Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Szombaton immár 6. alkalommal pattognak majd a teniszlabdák a Vogue-ban. A Nálad a Szerva nagy program keretében. Sok szeretettel köszöntöm a szervező egyesület elnökét, a stúdiumba Tóth Judit Biankát. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azt hiszem, hogy ez a program egy nagyon-nagyon népszerű és most már hagyományos rendezvénye Székesfehérvárnak, ahol tényleg minden adott ahhoz, hogy valaki kedvet kapjon a teniszhez, egy jó családi programon vegyen részt, ami ráadásul az érzékenyítés jegyében zajlik. Ez valóban így van. Generációkat átívelően az egész családot vesszük célba, hogy így mondhatnám finoman. Azért is a neve a Nálad a Szerva nagyi, hiszen a nagymamákat a család tűzhelyei, kohéziós erői. Kortalan ez a dolog. Azért kortalan, mert a plénszté módszerrel, ezzel a puha labdákkal nagyon könnyített az oktatás. Így van, három szintéren fog folyni a műsor, az oktatás. Lesznek a kezdő szintéren lévők, a kezdők, akik mondjuk életükben sose teniszeztek, de valami kapcsolatuk van a tenisszel. Van a haladó szintér, ahol már azok a gyerekek iskolateniszprogram keretében teniszeznek nálunk, vagy tanfolyamra járnak ők, és van egy játékos szintér, ahol pedig a speciális ütéseket, pörgetéseket, nyeséseket lehet tanulni. Tehát gyakorlatilag valóban így van, hogy itt ezen a rendezvényen, ha valaki életében nem teniszezett, akkor is kap egy finom indítást, egy szelid indítást. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És az is, aki edzésre jár, és egy kicsit esetleg pluszban többet akar, nagyon sok edző, 8 edző lesz. És azt szoktam mondani, hogy ez is nagyon jó, mert picit mindig minden edző egy picit másképpen fogalmazza meg esetleg egy ütésoktatás folyamán azt a mozdulatsort, hogyan kell elsajátítani. Valóban így van, a családokat várjuk szeretettel. Említetted ezt a puha labdás módszert, én most ezt így mutatom is a nézőknek, hogy itt van egy tényleg egy ilyen kis jópofa teniszlabda, ami egészen könnyen benyomható. Akkor ennek az oktatásnak ez a lényege, ez a labda? Igen, ezt egy angol úr talált, aki úgy hívják, hogy Mike Barrell, és 15 évvel ezelőtt azért dolgozta ezt a rendszert ki, ez egy háromfokozatú rendszer, az első, ez a piros-sárga labda, ez nagyobb labda, mint a normális kemény labda. A második fokozat, a narancslabda, az már egy picit tömörebb, az is már egy picit keményebben, nehezebben pattan, és van egy harmadik, egy zöld fokozat is. Ahogyan a gyerekek, a felnőttek fejlődnek, úgy a labdával is dolgozunk. De mi ezen a rendezvényen, hogy összekössük a generációkat, hogy ne legyen különbség a kor vagy a képességek között, ezért ez a piros labda összeköt minket. 5 éves gyermeket összeköti az 55 éves nagymamával. Ez valóban így van, és ez óriási. Mert ha valakinek nincs olyan profi labda érzéke, ritmus érzéke, akkor is át tudja ütni egy nem egészen tökéletes technikával a labdát. Ez csodákat tesz, ez így van. Mennyire népszerű a tenisz manapság Székesfehérváron? Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon népszerű lett, de köszönhető annak, hogy 3 éve zajlik 1500 gyerekkel az iskola tenisz program, amit a Kiskuti Teniszklub vállalt fel. Ez azt jelenti, hogy heti egy alkalommal testnevelés óra keretében a gyerekek teniszeznek. És nem csak a gyerekek, azért, mert egy évben kétszer van a szülők számára is nyílt óra, a gyerekek a híd a szülők felé, hogy sportoljanak, gyere apu, anyu, sportoljál, nagymama, nagypapa, sportolj velünk. Úgyhogy nagyon-nagyon megindult Fehérváron ez a tenisz élet. Meg az eredmények is megindultak, nem? Ez így van, hogy Fucsovics Márton vagy Babos Témé a nevét említhetjük, hogy jelentős szerepet töltenek ők be most a világ teniszében, és ez a gyerekeknek is óriási képet adhat, és ösztönzően hathat. Ha a tenisztörténetet nézem, az 1980-as években Németországban például egy Boris Becker, vagy egy Steffi Grafnak a megjelenése, egyénisége, játéka nagyon megindította Németországban is a tenisz életet, a vidékeken, a városokban, elképesztő mennyi csarnok, mennyi pálya épült. Ez valóban így van, először valahol el kell kezdeni. És most itt nagyon-nagyon komoly teniszgyökér indulás indult meg Fehérváron az elmúlt 3 évben. Miért jó a tenisz? Miért jó a tenisz? A tenisz több irányban jó.
Az egyik legfontosabb dolog, és most nem a sport részéről indulok, hanem a gyerekeknek nem csak tenyeres vagy fonák ütéseket mondunk el az iskolateniszben, hanem egy picit a tenisz történetet is elmeséljük, hogy a tenisznek volt egy csodálatos kultúrája, egy sportkultúrája, hogy elképesztő az, hogy 500 évvel ezelőtt is csak másnak hívták, zsödöpomnak, de teniszeztek. Elképesztő az, hogy 500 évvel ezelőtt az akkori edzőket, ha én éltem volna, igen, nem edzőnőnek, hanem tenyérmesternőnek hívtak volna, mert tenyérmestereknek hívták az első edzőket. Ez azt jelenti a zsödöpom, hogy ütőjáték, tenyérjáték, mert először a tenyerükkel ütötték a labdát a játékosok. Óriási a kultúrája. De irodalomtörténeti szempontból is Shakespeare egy pár drámájában lehet hallani, olvasni, hogy zsödöpom labdát küldött egyik király a másiknak. Hihetetlen. Labdakészítő mesterek voltak. A labdakészítés mesterségét 3 évig tanulták. Céhekbe tömörültek. Olyan története van a tenisznek, hogy egyszerűen hihetetlen. Én ezt is fontosnak tartom elmondani, hogy a játéknak a kultúrájával, hogy igenis, a régiek nagyon komoly szabályrendszer szerint dolgoztak. Megkövetelték az egymás iránt való kulturált viselkedést. Egyrészt ezért is jó a tenisz, hogy ezt is elmondjuk, hogy miért a játéknak a színe a fehér, az egymás iránt való tisztelet. És akkor a másik oldala pedig miért jó? Hát én ezt tudom, hogy miért jó. Nem csak egy csodálatos játékot kapunk, hanem egész életen át elkísérhet minket, és ha külföldre kerülünk, vagy bárhova tanulunk, egyetemre járunk, bárhol a világban lemegyünk a teniszklubba, ott rögtön kapcsolatot tudunk létesíteni a másik ember felé. Nekem nagyon sok tanítványom az elmúlt 38 évben visszajelzett, hogy jaj, Bianca néni, képzelje, Kanadában tanultam, pedig csak amatőr szinten játszottam. Beválogattak az egyetemi csapatba, és egész Kanadát így végigjártam. Sose tudhatja az a kisgyermek, aki most kezébe fogja az ütőt, hogy 10 év múlva hogy fogja az ő életét ez a sport, mint egy híd segíteni. Én ezt tudom. És akár, ahogy említettük is a beszélgetés elején, akár egy nagyszerű családi elfoglaltság is lehet hétvégén ütni egy-két meccset egymásra. Ez így van. Ez a piros labda összetartja a nagyikat, a nagypapákat, a nagymamákat, az unokákat, mindenkit összetart. És valóban az a minőségi idő, hogy együtt töltjük a gyermekeinkkel, unokáinkkal, ez nagyon fontos. És egy új szintér, hoppá, hogy a nagyival, apával, anyával együtt teniszezünk. Ezek ritka alkalmak. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sokan eljönnek, és egy nagyon jó minőségi időt tudunk együtt eltölteni. Sokan eljönnek, tenisz gyökerek, és hát arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Egyesület egy csodálatos évfordulót ünnepel, hiszen 25 évesek lettetek. Ez így van. 94-ben alapítottam az Albianca teniszklubot, és nagy öröm számomra, hogy 25 évet ezt megélhettem egészségben, és belül lelkileg is egészségben motiváltan, ez nagyon fontos. És úgy készülök erre, és erre a rendezvényre, hogy ez egy plusz érzés bennem. És köszönöm a Jóistennek, köszönöm a sorsomnak, hogy ez a 25 év úgy gondolom, hogy tartalmas volt. Hogy sikerült a motiváltságot megőrizni? A motiváltságot úgy sikerült megőrizni, hogy ebben a gyerekek voltak segítségemre. Mert mindig, amikor egy kicsit egy nehéz helyzet adott az életemben, mindig odajöttek és kérdeztek valami nagyon-nagyon érdekeset. És amikor az ember edző valóban így van, hogy kell, hogy motivált legyen, végig kell, hogy motivált legyen, a gyerekek, akik megadják azt a plusz löketet, azt a plusz előremutatás, hogy hoppá, a jó kérdésekkel újabb és újabb irányok és utak nyílnak. Ez életben tart. Én úgy gondolom, hogy minden edzőt ez tart életben, meg még egy dolog, hogy én látom azt, hogy azok a mozdulatok, benne van egy belső kamera, hogy amikor elkezdte, és ránézek 3 hónapomba, 1 év múlva, 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva, és látom, hogy szépek ezek a mozdulatok. És ez egy közös munka volt. Ez óriási öröm. Ez a honnan, hova jutottunk el? Így van, honnan, hova jutottunk el, és hogy ezt ketten csináltunk meg. Nem csak én kellettem ehhez, ő is. Az ő szorgalma, az ő kitartása. A tenisz, mint minden sportág, nagyon szép, de sok gyakorlást igényel. Az edzőnek a feladata az, hogy ezt a motiváltságot fent tudja tartani. De egy edzőnek is kell azért pihennie, hogy energiával telve álljon oda a gyerekek elé, és azt a plusz energiát és érdeklődést fenntartsa. Ez nagyon-nagyon fontos.
Kicsit visszatérnék még a programhoz, ugye 10 órakor startol el úgymond a rendezvény, megnyitóval, köszöntőkkel, itt lesz a társszervező Zselicvölgy Sport Egyesület képviselője, és ők a társszervezők az idén? Igen, Zselicvölgy ugye 10. éve Baranyai Sándor kaposvári kollégámmal hidat alkottunk Zselicvölgy és Fehérvár között, Sanyi kollégámmal a gyerekeivel jönnek Fehérvárra, több alkalommal egy évben jövünk egymáshoz, ide-oda megyünk, és valóban ők a társszervezők, és együtt dolgozunk. De több irányban nyitott ez a történet, hiszen Petrányi Gábor kollégám, aki a Eszterházy Károly Egri Egyetem sporttanszékén dolgozik, 10 hallgatóval jön, tehát egy picit az is az üzenete ennek a rendezvénynek, hogy most már át szeretnénk adni ezt a tudást, hogy lássák a jövő generációi testnevelő tanárai, edzői, hogy hogyan kell lebonyolítani, milyen szinterek vannak, milyen fokozatok vannak, milyen játékok vannak. Igen, 10 órakor kezdődik a rendezvény, és hagyományaink alapján az elmúlt 6 évben mindig a gördülő tánccsoport koreográfusa, vezetője Sárai Rita egy 15-20 percben jó megmozgat minket, kerekesszékes hölgy, és akkor utána parazumba, így van, és bizony tapasztalattal mondom, hogy ez a 15 perc, ez eléggé intenzív, úgyhogy szépen megmozgat minket, és akkor utána felállunk a szinterekre, és elkezdünk teniszezni, elkezdünk dolgozni. A rendezvény második felében pedig 5 pályán, 10 csoportban családi tenisz fog, családi csapatbajnokság folyni, a családok egymással egy 10 pontig tartó mérkőzéseket fognak játszani. Ez is nagyon érdekes lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes a program, és szeretettel várunk mindenkit. Mi van akkor, hogyha valaki most a beszélgetés alapján felkapja a fejét, és azt mondja, hogy én szeretnék megismerkedni akkor a tenisszel, ő mivel készüljön saját magával, kimegy, és akkor ott kap felszerelést, nyilván sportos öltözékben, hogy aztán könnyen tudjon mozogni, tehát hogy lesznek ott eszközök, vagy vinni kell magunkkal mindenképpen? Nyilvánvalóan sok olyan ember van, akinek már van saját teniszütője, mert hiszen kapcsolatban van a tenisszel, mi úgy készülünk, hogy teniszütővel, korosztályoknak megfelelően, gyerekütők, felnőtt ütők, tehát ha véletlenül egy idősebb hölgy vagy úr betéved, akkor is tud teniszütőt kapni, labdát adunk. Tehát minden eszköz háttér minket terhel, úgyhogy mi biztosítjuk. Valaki jön, kipróbálhatja, kap ütőt, ezzel semmi gond nincsen. Tehát akkor abszolút tényleg a teljesen kezdők is mehetnek, megfogom a kisfiamat, elviszem, és akkor ő ott kap kezébe ütőt, labdát, mindent, és akkor lehet egy ilyen fantasztikus élményben része. Említetted a házi bajnokságot is, ott a helyszínen lehet nevezni, vagy ezt ez már előzetesen meg kellett tenni? Nem, ott a helyszínen alakulnak a csoportok. Baranyai Sándor kollégám a mikrofonba fogja mondani, irányítani, hogy melyik csoport hova álljon, úgyhogy ezek pillanatok alatt már a 6 év tapasztalata után mennek, nincsen előzetes, hiszen ott alakulnak ki a csoportok, a családokkal. Általában ez úgy szokott, hogy egy csoporton belül 2-3 család összeáll, és akkor együtt teniszeznek. Ezek a versenyek úgy mennek, hogy ütés után a sor végére kell állni mindig, meg kell próbálni a pályán tartani a labdát. Az edzők mindig elmondják, hogy ne akarjatok különösen a kicsiknél nagyot ütni, hanem finoman próbáljátok a pályára ütni, hiszen ki vannak mérve a pályák, úgyhogy megvan körbe a határa, vagy hova kell ütni a labdát. Hát valóban, ahogy így elmondtad, meg egy kicsit beavattál minket a programokba, mondhatjuk, hogy egy igazi sportos családi délelőtre és kora délutára várják az érdeklődőket akkor a Vokba szombaton. Ez így van, szeretettel várjuk az érdeklődőket, mindenki labdaéhesen jöjjön, lazán, ne izguljon. Az számunkra fontos, hogy jól érezzük magunkat egy 3 órában, és hát ez legyen egy szelíd indítás a jövőre nézve, hogyha esetleg valaki el akarja kezdeni komolyabban, akkor szeretettel várjuk, és induljon el ezen az úton, mert ez egy csodaszép út. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok a hétvégéhez. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, nálad a szerva Nagyi, tehát szombaton 10 és 14 óra között a Vokban. Ha tehetik, akkor látogassanak el. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!